Úgyhogy öntünk egy kis vizet, várunk egy kicsit, majd a víz eltűnik. Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban ugye itt van április 1-e, úgyhogy most április 1-i prankeket fogok nektek bemutatni, 3-at vagy 4-et fogok nektek mutatni, amikkel meg tudtok valakit prankelni. Ugye most iskolába nem lehet menni, viszont a családotokat meg tudjátok vele prankelni, de figyeljetek arra, hogy ne nagyon haragudjanak meg rátok, mert akkor elég szomorú lesz itt az összezárás. Ennek a sorozatnak már elég sok része van, azt hiszem ez a negyedik ilyen április 1-i prankes videóm. Hogyha azokat a videókat még nem láttátok, akkor a leírásba lerakom azt a lejátszási listát, onnan majd meg tudjátok nézni. Úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább az időt, jöjjenek a prankek. Ugye, mint mondtam, 4 lesz, ebből 2 WC papíros lesz. Mivel most ugye elég sokan vettek WC papírt, elég sokat, úgyhogy van kis fölösleg ilyen prankeket csinálni. És olyan sorrendben fogok haladni, hogy szerintem a nem annyira jó prankektől a legjobb prankekig. Ne értsetek félre, a nem annyira jó prankek is elég jók, csak ilyen sorrendben raktam, hogy a végén lesz a szerintem a legjobb prank ez a 4 közül. Akkor kezdjünk is az elsővel, és meg fogom mutatni, hogy hogyan tudtok csinálni egy ilyen vicces WC papír gurire, aminek az a lényeg, hogy beraktok egy ilyen titkos üzenetet az utolsó papír ilyen WC gurigába, és majd ezt fogják kiúzni, nem ugye a WC papírt, úgyhogy ezt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, úgyhogy kezdjünk is bele. Ennek az elkészítéséhez kell egy WC papír, egy valamennyi kartonpapír, egy cellux, egy olló, egy WC papír guriga, egy filc, vagy valami íróeszköz, illetve egy ilyen WC papír szerű dolog, erről majd később beszélek. Először kezdjünk is azzal, hogy levágunk egy nagyjából ilyen WC papír guriga méretű ilyen karton papírt. Ez az alapja, én egy kicsi elcsúsztam, nem lett nagyon pontos, de hát így jártam. Hogyha van egy ilyen papírunk, akkor fogjuk meg ezt a felső nézetből készült WC papír guriga dolgot. Ezt a leírásban majd lerakok egy linket, ezen keresztül majd le tudjátok tölteni. Én innen szedtem ezt a nagyon jó kis prankszerű dolgot, ott le van írva a lépésről lépésre az elkészítése, hogyha valami most nem lenne világos. Úgyhogy először ezt ki kell vágni. És miután kivágtuk, jött a következő lépés, hogy erre a fék ilyen WC papírra ráragasztjuk a WC papír gurigánkat. És hogyha ezt ide ragasztottuk, és ez itt már így szépen megáll, akkor fogjuk meg a szelet ilyen kartonpapírunkat, és ragasszuk itt körben ezt a gurigát úgy, hogy ide a szélére rakjuk rá, így a szélére, és így szépen így körbe tekerjük, mint hogyha ez lenne a WC papír gurigánknak a külseje. Viszont figyeljünk arra, hogy amikor ezt így ide ráragasztjuk, akkor ne ragasszuk így nagyon szorosan rá, hanem itt legyen egy kicsi rés itt a kettő között, innen fog kijönni majd a fék WC papír, ami majd a titkos üzenet lesz. És akkor meg is van, nem lett valami szép, ti majd biztosan szebben meg tudjátok csinálni. Itt ennek a körívnek a ragasztásához dupla oldalú ragasztót használtam, viszont gondolom mással is meg lehet oldani. És hogy ez így meg is van, itt ezzel nem kell foglalkozni, hogy kicsit csúnya, majd ez itt körbe lesz ragasztva sima WC papírral. Most jön az a rész, hogy megcsináljuk az üzenetet, ami ugye, hogy majd ha így húzzák itt a WC papírt, az fog kijönni. Ehhez fogjunk meg ugyancsak ebből a kartonszerű dologból, és vágjunk le megint egy ilyen WC papír méretű darabot. Hogyha ez megvan, itt az egyik felére, mondjuk így ennyi részre, írjunk rá egy üzenetet, például, hogy április bolondja, nagyon eredeti ötlet. Majd írjunk egy mosolygós fejet is. Ezt követően fogjuk meg egy ilyen mondjuk 2-3 cikknyi WC papírt, és így ragasszuk rá mondjuk ragasztóval. És ez így kész is van. Fogjuk is meg, és így rakjuk bele, ugye ahogy itt hagytuk ezt a kis rést, itt majd bele tud menni, és innen fogják majd kihúzni. És ezt így szépen így tekerjük bele. Hogyha ez így megvan, csinálhatunk egy olyat, hogy egy darab WC papírral így körbe tekerjük ezt a karton létesítményt. Tehát észrevettétek, az enyém eléggé instabil, ez azért van, mert itt, amivel körbe ragasztottam papír, ez elég vékonyka, viszont hogyha valami vastagabb papírral csináljátok, akkor nagyon jó lesz majd. És már csak annyi van hátra, hogy ráragasszuk a tetejét, és akkor készen is van, mert a WC papír tartalóba, illetve itt még alul itt ki lehet lyukasszani, és akkor úgy már
tényleg mehet bele a WC papírtartóba. Úgyhogy igazából az elkészítés ennyi, ezt a tetejét még így rá kell ragasztani, ugyanúgy, ahogy az alját ragasztottuk, és készen is lesz. Úgyhogy most már ti is tudjátok, hogy hogyan kell ezt a utolsó szelet WC papír prenket megcsinálni ugye a családotokkal. Ezt még jobban fel lehet azzal dobni, hogy eldugjátok az összes WC papírt valahova, hogy ne találják meg a fürdőből, vagy bárhonnan, ahol tartjátok a WC papírt, eldugjátok, hogy tényleg csak ez az utolsó üzenet maradjon. Viszont tényleg, hogyha valami szép ilyen dolgot szeretnétek csinálni, akkor valami keményebb papírt keressetek hozzá, keményebb kartonpapírt, mert akkor úgy jobban meg fog állni. Úgyhogy ez volt ez a mai prankek közül az első, ez a WC papíros prank, az első WC papíros prank. És akkor most jön is a második, ami ugyancsak WC papíros lesz, és itt most már nem kell tönkretenni egy egész nagy WC papírt, hanem kell egy WC papírguriga, egy ilyen teli WC papírguriga, valami fék kicsi állatka, mondjuk egy ilyen műanyag pók. Valaki már lehet, hogy tudja, hogy mire készülök ezzel, a műanyag pókkal is a WC papírral, lehet, hogy már valaki összekötötte a szálakat. De az a lényeg, hogy megfogjuk ezt a, mondjuk én most ezt a kicsi fék pókot, műanyag pókot fogom itt megfogni, és ráragasztjuk így a WC papírra. Úgyhogy fogjunk majd egy ragasztót, valamilyen fék ilyen állatkát, kicsit ragasszuk be itt az aját, és ezt így a WC papírra így rá kell ragasztani, hogy így rajta legyen. Ezt követően így tekerjük rá ezt a maradék WC papírt, és így el lesz szépen rejtve. Itt valaki ugye szépen, mi sem sejtve a dolgát végezve, tekeri le a WC papírt, aztán itt meglát egy pókot majd. Hogyha halljátok, hogy valaki felsikít a fürdőszobátokból, akkor tudjátok, hogy sikerült a prank. Úgyhogy ez volt a WC papíros pókos prank a második, és most áttérünk a nem WC papíros prankekre. Viszont most a WC papírokról eszembe jutott, hogyha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, és szeretnétek még ilyen további videókat látni, és sőt, hogyha szeretnétek jövőre is ilyen április 1-jé prankeket látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra lent, illetve kapcsoljátok be a csengőt, majd ott nyomjatok arra rá, hogy összes értesítés, és akkor így mindegyik videómról fogtok kapni értesítést a telefonotokra, gépetekre. És hogyha már megnyomtad a feliratkozás gombot, van ott mellette még egy gombot, vagy nagyon közel hozzá, hogyha szeretnéd, azt is nyom meg a like gombot, hogyha eddig tetszik neked ez a videó. Jöhet is a következő, a harmadik prank mára, amihez kelleni fog egy vizes palack, víz, valamint egy tű. Először kezdjünk azzal, hogy ezt a vizes palackot teletöltjük először, ugye, teletöltjük vízzel, viszont bármilyen más üdítőitalos üveget, palackot lehet használni, csak én most nem akarok ilyen semmit elhasználni, úgyhogy töltsünk meg egy vizes palackot, nagyjából tele, minél telébb töltsük vízzel. És akkor most, hogy így teletöltöttük vízzel ezt a palackot, jött a következő lépés, és ehhez fog kelleni egy ilyen tű, vagy valami rajszeg, vagy valami ilyesmi, és ugye most ilyen életszerszámokat kell használni, és hogyha még kiskorúak vagytok, akkor kérletek szülői vagy nagykorú segítséget, hogy nehogy megszúrjátok magatokat véletlenül, nehogy kárt érjetek magatokba. És akkor most annyit kell tenni, hogy megfogjuk ezt a palackot, ugye úgy, hogy rajta van a kupakja, és itt alulra néhány lyukat szúrunk, néhányat, mondjuk 3-at, 4-et, így körbe, hogy így legyenek lyukak. Úgyhogy megfogjuk, és néhány ilyen lyukacskát ide szúrunk ide az aljára. Egy darabig még menni fog ki belőle víz, viszont ez egy idő után, hogyha nem nyomjátok össze nagyon az üveget, akkor már nem fog kifolyni. Hogyha ezzel megvagyunk, és így szépen kiukasztottuk ezt az üveget körbe, hogyha tényleg, hogyha nem nyomjátok össze, az a jó benne, akkor nem fog látszódni, hogy ki van lyukaszva, és olyan lesz, mint egy teljesen normális vizes palack. Ezt tegyétek le valami asztalra, vagy valamire, ahol ugye úgy normálisan szoktátok tartani a vizes palackokat, és hogyha valaki felvesz ezt a vizes palackot, akkor még nem fog kifolyni semmi, mert valószínűleg nem nagyon nyomja össze, viszont, hogyha kinyitja valaki, ahhoz már kicsit úgy össze kell nyomni, meg kell szorítani kicsit az üveget, akkor szépen el fog kezdeni mindenhova folyni a víz, úgyhogy próbáljuk is, hogy tényleg működik-e. Úgyhogy fogjuk meg az üveget, és így amikor kicsavarjuk, mindenfele el fog kezdeni folyni a víz. És ez egészen addig fog folyni, amíg rá nem tesszük a kupakot. Hogyha rátesszük a kupakot, akkor a folyás meg fog állni, és hogyha kinyitjuk, ugye leszedjük a kupakját, akkor folyamatosan folyni fog belőle a víz, egészen addig, ameddig el nem fogy. Úgyhogy ez a vizes palackos prank, ez ennyi is lett volna, és tényleg, hogyha
rajta van a kupa, akkor teljesen normálisan lehet így fogni, rendesen lehet használni, csak ugye inni nem lehet belőle, mert akkor minden vizes lesz. És akkor most jön az utolsó mára, a szerintem a legjobb prank, viszont hogyha nem tudnád, akkor vannak különböző közösségi oldalaim is, hogyha még nem tetted meg, akkor ezeken be is követhetsz engem, megtalálható vagyok Facebookon, Instagramon, illetve TikTokon is. Facebookon megtalálhatsz Forzor néven, a TikTok, illetve az Instagram fiókom neve pedig Forzor alulvonás Magic, hogyha itt még nem követsz be, akkor azt is megteheted, oda is rakok ki néha ilyen tartalmakat. És akkor most jött is az utolsó mára, a szerintem a legjobb prank, ami még akár egy bűvész trükknek is elmegy. Úgyhogy nézzük is meg, hogy miről beszélek. Ez az utolsó prank mára, ez arról szól, hogy egy pohárba öntünk vizet, majd ezzel úgy csinálunk, mintha leöntenénk a társunkat, a barátunkat, az anyukánkat, az apukánkat, a testvérünket, a nagyszülőnket, bárkit, úgy csinálunk, mintha leöntenénk, le is öntjük, viszont a pohárból nem fog kijönni semmi folyadék, magyarul nem lesz vizes senki. Persze, de meg is mutatom nektek, hogy ez hogyan néz ki. Van egy ilyen vízünk, és kicsi így vizet így beleöntünk. Majd utána elmondjuk, hogy mi fog történni, annyi fog történni, hogy sőt, nem mondunk el semmit, nem fog történni semmi, csak így öntünk egy kis vizet magunknak, ugye beszélgetünk, vizet öntünk, mondjuk az a legjobb, hogyha nem egy pohárból öntünk vizet, mert annak sok értelme nincs, mondjuk egy palackból öntünk magunknak vizet, majd ezután kicsit beszélgetünk valamit, és a mit sem sejtő alanyunkat pedig megfogjuk és így leöntjük. Viszont nem öntjük le, mert nincs víz. Üres. Úgyhogy ezt fogom nektek elmondani, hogy hogyan is kell megcsinálni. Kell néhány kellék hozzá, szükségünk lesz egy pohárra, lehetőség szerint ne átlátszó pohára, valamilyen nem átlátszó pohára. Ezután pedig szükségünk lesz néhány szivacsra. Ez arra fog kelleni, hogy ez majd el fogja szívni a vizet, vagy bármit, amit belöntünk. Úgyhogy én most két szivacsot használtam, kettő szivacsot így szépen így bele teszünk, így bele nyomunk. Ezután megfogunk egy palackból valami üdítőt, valami innivalót, és így átöntünk magunknak, így öntünk egy keveset. Nem kell nagyon sokat, mivel akkor lehet, hogy nem fogja felszívni az két szivacs a vizet vagy a folyadékot, ezután kicsit várunk. Kicsit várunk annyira, hogy felszívja magát, hogyha belenézünk, akkor látjuk is, hogy mikor szívta fel, amikor ugye már nincs ott víz. Az a legfontosabb ebben, hogy próbáljunk meg természetesek lenni, csak így simán öntünk magunknak egy kis innivalót, viszont figyeljünk arra, hogy a másik ember, akinek ezt be akarjuk mutatni, akik meg akarunk viccelni, az lássa, hogy öntünk magunknak vizet, és hogyha látja, akkor úgy minden jó lesz, tudni fogja, hogy itt van víz. Ezt követően egy óvatlan pillanatban, amikor nem figyel, amikor nem számít rá, megfogjuk is így. Leöntjük. Úgy csinálunk, mintha leöntenénk. És a víz nem fog kifolyni, akár még a feje fölé is tehetjük, akkor se fog így kijönni, mivel a szivacs már elszívta magát. Úgyhogy öntünk egy kis vizet, várunk egy kicsit, majd a víz eltűnik. És igazából ennyi, ezt akár még egy ilyen bűvész trükként is be lehet valakinek mutatni, viszont úgy lehet, hogy nem lesz annyira hatásos, mivel majd meg akarják nézni, hogy mi van benne. Én már ennyi pranket terveztem nektek, ez a 4 volt. Jó szórakozást kívánok hozzá, és ezt akár nem csak április 1-én lehet bemutatni ezeket, hanem az év bármelyik napján kivéve, amikor az van ráírva a papír, hogy április bolondja, ezt februárban nem célszerű megcsinálni. Úgyhogy ez a videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett nektek, akkor nyomtak egy lájkot erre a videóra, illetve hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor akár fel is iratkozott. Köszönöm, hogy itt voltál velem mára, remélem, hogy itt leszel a következő videómban is. Ugye, hogyha nem tudjátok, szerda szombat 4 órakor találkozunk, úgyhogy jó prankelgetés, trollkodás kívánok nektek. Találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!